hogy a szerető az egy pozitív szerep. A szerető nem negatív. A szerető az egy pozitív szerep. A szerető egy pozitív szerep, mert az igazság katalizátora a szerető. A szerető megbolygatja azt, ami már senkinek nem jó. Ha egy kapcsolat jó, ha egy házasság jó, ha egy család jó, akkor ott nem nyílik lehetőség szeretőnek. Szeretői viszony, sok ilyen történetet látok, katalizálja a kapcsolatok újjászületését egyrészt, és másrészt a sok esetben a családnak a halott mi voltát, vagy a kapcsolatnak a már meghalt mi voltát lehet egy szeretői válság, vagy szeretői viszony által katalizált válságban megtapasztalni. Ugye a kérdező úgy fogalmazott, hogy elvenni a feleségétől a férfit, nem lehet egy férfiakat a feleségüktől elvenni. Ez fogalmilag lehetetlen. Tehát a férfi és a nő, amikor egy házasságban nem teszik be a házasság életben tartásához szükséges energiát, és a házasság életben tartásához szükséges energia a házasság folyamatos megújítását jelenti. Ha ezt nem teszik bele, akkor sodródott már annyira távol a házastársától a férfi, hogy őt nem elvenni lehet, hanem teljesen magától kapcsolódik a szeretőhöz. Szeretettel üdvözöllek, Jós István, spontán videót. Úgy tűnik, hogy veszélyes mostanában kijöjjek már az utcára itt a városban, mert megint lerohant valaki, olykor ez előfordul. Egy kérdéssel, ami, hogy ő régóta nézi, és hogy akkor így nem világos az, hogy mi van ezzel a szerető dologgal. Meg hogy úgy érzi, hogy ez a szeret, hogy ő soha nem próbálna elvenni egy házas férfi, ugye egy nő volt a kérdező, soha nem próbálna elvenni egy házas férfinek a, vagy egy házas férfit a kapcsolatából, a házasságából, ugye ebben a konkrét esetben úgy tűnik, hogy három gyermek is van, és hogy akkor ezzel mi van, ezzel a szerető szereppel, és hogy akkor ez ugye ő jól érzi, hogy ez egy negatív szerep, és hogy ez nem helyes, és nem szabad ilyet csinálni, és ugye én erre azt reagáltam neki, mert én ezt látom, ez a tapasztalat sok-sok száz megismert életútból, hogy a szerető az egy pozitív szerep. A szerető nem negatív. A szerető az egy pozitív szerep. A szerető egy pozitív szerep, mert az igazság katalizátora a szerető. A szerető megbolygatja azt, ami már senkinek nem jó. Ha egy kapcsolat jó, ha egy házasság jó, ha egy család jó, akkor ott nem nyílik lehetőség szeretőnek. A lehetőség nyílt, ha az a férfi belement a beszélgetésbe, hogyha érzed rajta, hogy ő egyébként így valahogy így nyitott lenne, vagy próbálgatna, vagy próbálkozna, az egyértelmű jelenti azt, hogy a kapcsolat nincs rendben, nem egészséges. Az a kapcsolat nem egészséges, az a házasság nem egészséges, az a család. És a szerető katalizál. A szerető behozza az igazságot, a férfit is szembesíti azzal, hogy hú, hát ő nyitott, vagy ő lehet, hogy nyitott lenne. És ha történnek dolgok, az egyértelműen akkor ezt bizonyítja is, meg értelemszerűen a nő is ezzel szembesül, jó esetben ebből őszinte kommunikáció, őszinte beszélgetés lesz a házastársak között, és így lehet megtudni azt, hogy éle még ez a kapcsolat. Ha él a kapcsolat, akkor a szeretői viszony, vagy az, hogy az majdnem megtörtént, az egy törés, ami gyógyulhat, sőt, ami gyógyulni fog, ami garantáltan tovább lépni segít, és ami katalizálni tudja azt, hogy újjászülessen az a házasság, hogy újjászülessen az a kapcsolat. Szeretői viszony, sok ilyen történetet látok, katalizálja a kapcsolatok újjászületését egyrészt, és másrészt, ilyet is sokat látok, és sajnos, ezt is hozzá kell tenni bizonyos értelemben, mert mindegy, erről lehetne egy külön videót csinálni, hogy melyik esetekben sajnos és mikor nem sajnos, de hogy sok esetben a családnak a halott mi voltát, vagy a kapcsolatnak a már meghalt mi voltát lehet egy szeretői válság, vagy szeretői viszony által katalizált válságban megtapasztalni. Úgyhogy én ezt látom, hogy az igazság az fogalmilag jó. Kicsik vagyunk, és jelentéktelenek ahhoz, és mondom ezt magamnak is, sokszor hiszi az ember, hogy ő tudja, mi jó és mi nem jó, de én azt tanultam, hogy az egyedül, amit tudom, hogy jó, az a szeretet, az az igazság, az az őszinte önfelvállalás, az a nem elkendőzgetése annak, aminek van. És ilyen értelemben egy férfi számomra vonzó, akkor nagyon is szabad lenni, kezdeményezni az ő irányába. És az katalizálni fogja azt, hogy újjászületik a házassága, vagy azt, hogy meglátják mindannyian érintettek, hogy az a házasság meghalt. Ugye a kérdező úgy fogalmazott, hogy elvenni
a feleségétől a férfit, nem lehet férfiakat a feleségüktől elvenni. Ez fogalmilag lehetetlen. A feleségtől már eltávolodott férfi, a feleség, aki a férfit már elengedte, tehát a férfi és a nő, amikor egy házasságban nem teszik be a házasság életben tartásához szükséges energiát, és a házasság életben tartásához szükséges energia a házasság folyamatos megújítását jelenti. Ha ezt nem teszik bele, akkor sodródott már annyira távol a házastársától a férfi, hogy őt nem elvenni lehet, hanem teljesen magától kapcsolódik a szeretőhöz. És a szeretői viszony az ebben segít, hogy ez kiderüljön, hogy melyik az igaz. Az az igaz, hogy ő már távol van, és ez már meghalt, és kapcsolódik az új nőhöz, és ilyen értelme nem szerető, hanem társ, az új, aki harmadikként belép. Igazából nem harmadikként lépben, hanem belép a férfi mellé. Vagy pedig nagyon is él még ez a házasság, és ez egy ilyen trigger, ez egy ilyen impulzus, ez egy ilyen katalizátor, ami abban segít, hogy megújuljunk benne mindannyian. Úgyhogy érdemes tisztában lenni a férfi és a női úttal, érdemes jobban érteni azt, hogy mik okozzák a válságainkat és hol kell megújulni, ehhez továbbra is az általam ismert leghatékonyabb mód, ez az online kurzus folyamat, amit összeraktunk, hogy bármilyen arrogásnak vagy ilyen gyanúsnak is hangzik az, hogyha valaki a saját termékéről azt mondja, hogy ismeretei szerint ez a legjobb. Az ismereteim szerint nem ez lenne a legjobb, akkor nem tennénk ki. Az ember csinálja azt, amiben a saját érzése szerint ő a legjobb tud lenni. Az én élményem, hogy mi ebben vagyunk a legjobbak. Tehát a férfi és a női út folyamatot nyugalommal ajánlom mindenkinek szeretettel, és máskülönben meg azt is ajánlanám nagyon, hogy valahogy így jussunk túl az ítéleteinken, és merjünk menni az igazsággal. Nagyon sok embert látok, a legtöbb embernél azt látom, hogy a gond igazából az, hogy nagyon is nyilván, hogy mit szeretne csinálni, csak van benne egy ítélet, van benne egy tiltás, van benne valami, ami visszatartja. Menni azzal, ami igaz. Menni azzal, hogy ő vonz. És megtudni, hogy ebből mi lesz. Ugye sok esetben valójában az sem igaz, hogy ő nem akarja elvenni ezt a férfit, hanem a valódi igazság ez alatt a magyarázat és indok alatt az, hogy akár fél attól, hogy kudarcot vall, és a férfi majd nem választja őt. Tehát, hogy így fantasztikus magyarázatokkal meg különböző cselekkel tudjuk magunkat megtéveszteni az ügyben, hogy mi az igazi motivációnk. Én hasznosnak tartom nem nagyon gondolkodni azon, hogy mi a motivációm, hanem azonosítani a vektorokat és menni azzal, ami igaz, menni azzal, ami vonz, menni azzal, amit időszerűnek érzek, menni azzal, ami helyes. Amit én ma a ismereteim szerint a leghelyesebbnek érzek, nem az objektív helyes nyilván, de amit én ma a helyesből, meg az igazból, meg jóból látni képes vagyok, azt megvalósítani, azt megélni minden napokban, ez a leghatékonyabb életstratégia nekem úgy tűnik a boldog élethez, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, és máskor köszi a figyelmet, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!